tabellán elfoglalt helyezések, valamint a teljesen egyformán megszerzett pontok alapján igazi kikimérkőzésre volt kilátás Szombathelyen, ahol a Haladás Viktória a szekszárdi VFC-t fogadta a Simple Liga 20. fordulójában. Az első pillanatokban a fehér felsőben, zöld alsóban futballozó hazaiak tűntek aktívabbnak, mégis a Szekszárd szerezte meg a vezetést, a 7. percben Kágyi Kira bombagójával lett 0-1 az állás. Nehezen ocsúdott fel a sokból a hazai együttes, így egészen a 32. percig kellett várni a válaszra. Vladulescu szép cser után próbálkozott, de a lövés végül lepattant a blokkról. Ez már az első félidő hajrája. Kovács Zsófia kiugratásával Taylor próbált meg kilépni, a végállomás azonban a hazai kapus Dobónagy Boglárka volt. Hatalmas küzdelmet, de kevés igazi nagy helyzetet hozott az első félidő, melynek végén a szekszárdiak örülhettek, hiszen előnnyel vonultak a szünetre. Az 50. percben egy tértörelő indítás után ismét Taylor próbált meg zavart kelteni a szombathelyi 16-oson belül, mivel a védő beérte, így inkább lekészítette a labdát lövésre a szekszárdi csatár. A kísérlet azonban célt tévesztett. Ezt követően a hazaiak rákapcsoltak és magukhoz ragadták a kezdeményezést. Pár távoli lövést követően a 62. percben Nagy Dorottya már valamivel közelebbről a büntető területen belülről próbálkozott, ezzel a góllal pedig egyenlített a Haladás Viktória. Ahogyan arra előzetesen számítani lehetett, tényleg egyenlőnek tűnő erők csatája zajlott a pályán, ugyanis a hajráig mindkét oldal keményen próbálkozott, ám eredmény nélkül. A 88. percben úgy tűnt eldőlhet a 3 pont sorsa. Ezúttal is Taylor kapott egy labdát, ám a korábbi lövésekkel ellentétben most pontosabb volt a szekszárdi támadó, aki ezzel a gyönyörű emeléssel újra előnyhöz juttatta a vendégeket. A hazaiak azonban nem adták fel, sőt, a 93. percben a nem sokkal korábban csereként pályára lépő Kislantos Hanna lépett ki az elmélázó védők között, majd a befejezésnél sem remegett maga lába, így pedig egyenlített a Haladás. A végeredmény tehát a Simple Liga 20. fordulójában Haladás Viktória Szekszárd 2-2. Azt gondolom, hogy összességében jobb teljesítményt nyújtottunk az ellenfélnél, tudtunk dominálni végig, akár labdabirtoklásban, akár a támadásépítésekben, akár az átadások számában, sok mindenben azt gondolom, hogy ha lenne statisztikánk, akkor azt azért mi nyertük volna meg, de most már jó lenne, hogyha az eredményességgel is párosulna. Megfogott bennünket egy kicsit az első félidőben a Balogh Henrynek a sérülése, ugye ő is egy hosszú kihagyás után, keresztalak sérülés után tért vissza a csapatba, és most hát nem volt jó a lába, és váltanunk kellett, azért belső védőt cserélni, az soha nem egyszerű mérkőzés közben. Megkaptuk semmiből a gólt, és megint kapaszkodnunk kellett, és futnunk kellett az eredmény után. Megbeszéltük a szünetben, hogy sokkal pontosabban és higgadtabban kell játszanunk, tehát sok volt a pontatlanság a játékunkban, felemeltük nagyon sokszor indokolatlanul a labdát, ívelésekre, felívelésekre appelláltunk, amit még véletlenül se beszéltünk meg, és az nem a mi játékunk. Szélső bontásokat gyakoroltunk, azt szerettünk volna, hogy ott kerüljünk mögéjük, ebből nagyon kevés valósult meg az első félidőben. Másik félidőben azt gondolom, hogy még Ravensz Gréti beállásával egy kicsit a középpályás játékunk is folyamatosabb lett, volt a forgatás, kicsit folyamatosabb volt a labdabirtoklásunk, sikerült egyenlítenünk. Aztán megkaptuk megint a második gólt, igazából a semmiből, most olyan szempontból, hogy mentünk előre és próbáltunk a győzelemre játszani, és ebben mindig benne van a kontra lehetősége, de megint egy tiszta labdát veszítettünk el, amiből megkaptuk a mélységindítást, és ezt is nyilván nagyon sokat beszélünk róla, és gyakoroljuk, hogy tényleg a támadás közben kell építenünk már a védekezésünket, de nem tudom bántani a játékosaimat, tehát én most is azt mondom, hogy ez a szezon ez erről szól, hogy tanulunk, benne vagyunk egy tanulási folyamat közepén, az egyéni hibák benne vannak egyelőre, és még benne is lesznek, ezeket kell kiküszöbölnünk, és akkor meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket, viszont nagyon örülök és nagyon gratulálok Kislantos Hannának, aki szintén egy éves kihagyás után tért vissza, úgyhogy
6-7 perc alatt szinte többet hozzátett a játékunkhoz, vagy a támadó játékunkhoz, mint bárki más, tehát az, hogy sikerült neki góllal visszatérni, és ilyen nyomást tudott az ellenfél védelmére tenni, azt gondolom, hogy ez mindent elmond az ő képességeiről. Úgyhogy nagyon bízom benne, most már itt lesz közöttünk, és ez is megmutatta ez a második gól, hogy mennyire hiányzott nekünk a támadó játékunkban. Kavarognak bennem az érzelmek. Eljutott odáig a csapat, hogy azt mondhatjuk, hogy egy 2-2-es eredmény mondjuk csalódás számunkra, de szívünkre kell tenni a kezünket, nem játszottunk jól ezen a mai mérkőzésen. Sokkal több játékot vártam volna a lányoktól, dinamikusabb mozgásokat. A hetet nagyon rá szántuk erre az egészre, hogy friss legyen a csapat. Ezt nem igazán éreztem így a mérkőzésen, sőt a legelején már azt láttam, hogy ha nem presszionálom őket, akkor itt ez nagyon egy kis halott ügy lenne. Azt terveztem, hogy a legnyugodtabb mérkőzésem lesz a bajnokságba. Sajnos hamar bebizonyosodott, hogy ez nem így van, de tehát megtettünk mindent, de valahogy összességében, tehát voltak olyan egyéni hibák, vagy hozzáállásbeli problémák, inkább ezt mondanám, ami miatt így csalódás ez, nekem ez az egész. Néhány játékos úgy éreztem, hogy már fejbe lehet, hogy nem itt volt. Ez van, dolgozunk tovább, a céljainkat elértük, tehát bennmaradtunk az NB1-be, viszont én, mivel maximalista vagyok, és szeretném, hogy a csapatom is az legyen, tehát én minden mérkőzésből szeretném kihozni a legtöbbet. Mondhatjuk azt, hogy nem kell szégyenkeznünk egyáltalán, hogy döntetlent játszottunk, ez egy szép eredmény is lehet, viszont a hozzáállással, néhány játékos hozzáállásával nekem voltak problémáim. Úgy gondolom, hogy jól kezdte a csapat a mérkőzést, voltak megingásaink, hibáink, de szerintem mindenki tudta korrigálni. Nem játszottunk jól, nem tudtuk játszani a játékunkat, kapkodtunk, ezáltal hülyeségeket csináltunk a pályán, de úgy gondolom megszereztük a vezetést, utána kicsit összeszedtük magunkat, fél időre úgy tudtunk menni, hogy megbeszéltük a dolgokat, miket javítsunk ki. Aztán kijöttünk a második fél időbe, megkaptuk az egyenlítő gólt, de utána se adtuk fel, és mentünk előre. Egy sikeres góllal tudtunk a végén vezetésre menni, és végén megkaptunk egy gólt megint, ami elkerülhető lett volna. Szerintem a mérkőzés elejét azt jól kezdtük. Sajnos a kapu elé nem sikerült mindig odaérkeznünk, így nem sikerült gólt szereznünk. Utána a fél időre 1-0-ás hátrányban mentünk, sikerült kiegyenlítenünk, de megrúgtak még egy gólt. Az a pozitívum, hogy a végén nem adtuk fel, és sikerült még egyszer kiegyenlítenünk. A mai mérkőzés nem olyan volt, mint a legutóbbi, amikor szerintem sokkal jobban játszottunk. Az viszont biztos, hogy ezúttal is beleadtunk mindent, de a mérkőzés az utolsó sípszóig tart. Kemény meccs volt, a haladás küzdött becsülettel, de ha értékesítjük a helyzeteinket az első fél időben, akkor nyerhettünk volna. A Szekszárd az utolsó előtti fordulóban a Ferencvárost látja vendégül, míg a haladás Soroksára látogat majd.